szemben. Ez a legöregebb. A 80 éves Sajtos Mihály testvére Sírja körül dolgozik. Ő is a közelgő ünnepnapokra készül. Az idős férfinak 8 testvére volt. Ma már egyikük sem él. Ennyit megérdemelnek, hogy ha testvérem, ha szüleim, hogy meglátogassam sűrűnüket. A temető minden szegletében kapáló, gerebjéző, sepregető embereket látni. A sírok már napokkal ezelőtt virágba borultak. Az azonban változó, hogy ki és mennyit költ virágra. Egy-egy csokorért 70 vagy akár 300 dinárt is elkérhetnek az árusok. Perusit Judit emiatt óvatosabb. Én nem szoktam túl sokat fektetni a virágba, mert ha nagyon szép, különleges, akkor ellopják. Én sűrűbben jövök. Aki talán évente ritkábban jön, az többet költ egyszerre, de én nem szoktam sokat. Most ezt hoztam egyelőre. Ez az idős házaspár lányát temette el 2 évvel ezelőtt, hozzálátogattak most ki. De sűrűnjük egy héten 2-3 szó, előbb minden másnap, meg minden nap, most 2,5 éve lesz, hogy eltemettük, bánatosak vagyunk. Sajnáljuk, mert ez egy lányunk volt. Az ünnep érkezésével nem csak a virágok telítik meg a temetőket, az emlékek is felidéződnek. Az elhunytakért szeretteik imát mondanak.